Ebben a videóban 10 általános problémát említek, amelyek szerint a 2003-től 2014 Volvo XC90 sport használható járművek hajlamosak megtapasztalni. Első szám. Az első kerékcsapágyak ezeknek a járműveknek egy részén hajlamosak zajossá válni 140 ezer és 170 ezer kilométer között, és azokat ki kell cserélni. Második számú. Az e generációban épített első járművek egy részének automatikus sebességváltó hajlamos korai meghibásodást tapasztalni, és javítani vagy ki kell cserélni. Harmadik szám. Ezeknek a járműveknek a generátora hajlamos arra, hogy abba hagyja a 150 ezer és 180 ezer km közötti töltést, és ki kell cserélni. Negyedik szám. Ezeknek a járművekben a légkondicionáló kompresszor hajlamos arra, hogy 130 ezer és 160 ezer kilométer között kudarcot val, ami a légkondicionáló rendszert nem bocsátja ki hideg levegőt. 5. Szám A szervokormány szivattyú a korábbi modellekben, amelyek hidraulikus szervokormány segédjével vannak felszerelve, hajlamosak korai meghibásodásra. Ha ez a rész meghiúsul, akkor a kormánykereket nehéz megfordulni, különösképpen alacsony sebességgel. 6. Szám ezen járművek némelyikének hátsó ütései hajlamosak csörgőzajokra és 120 000 és 150 ezer kilométer közötti folyadékszivárgás kialakulására, és azokat ki kell cserélni. Hetedik szám. Az üzemanyag, szivattyú ezeknek a járművekben hajlamos arra, hogy 140 000 és 170 ezer kilométer között kudarcot val, és a jármű nem kezdődik. Vagy az üzemanyag hiánya miatt vezetés közben a motor standjai. Nyolcadik szám. Az előső stabilizátor rúd végső összeköttetései hajlamosak a gyors kopásra és felfüggesztési zajokat okoznak, amikor a dudorok fölé vezetnek. Vagy ha egyenetlen utakon vezet, és azokat ki kell cserélni. 9. Szám A 3,2 literes motorral felszerelt járművek vízszivattyúja hajlamos a 130.000 és 170.000 km közötti hűtőfolyadék szivárgásra, és ki kell cserélni. 10. Szám a bőrülések hajlamosak az idő múlásával repedni és elszakadni, különösen a forró éghajlaton hajtott járművekben. Ez a tíz általános probléma, amelyet az első generációs Volvo XC90 sport haszongépjárművek hajlamosak megtapasztalni.